felállítottam itt egy tier listet, szétvenném a gépemet, rendesen kapnám döntetlen, elraknám pikpak, vagy nem térne magához. Opciók közül fogok a mai videóban választani. Összegyűjtöttem olyan youtubereket, aki egy kicsit is foglalkozott a Brawl Stars-szal, vagy minimum egy videója volt róla, és én most olyan youtuberekről beszélek, akik már nem ilyen pár ezer feliratkozósak, hanem azért már van nekik jó pár feliratkozó, meg természetesen akit ismerek, azokat is ide raktam. És hát amint látjátok, nem nincs annyira sok ide begyűjtve, de azért nem tűnik ez soknak, de amúgy az lesz. Úgyhogy bele is kezdek. Amint már az előbb is mondtam az opciókat, azért remélem a szétvenném a gépembe nem kerül be senki, bár ki tudja. Na nézzük is meg, kezdődjön is az egész el. Kezdjük akkor Zsomacsal. Zsomac az első. Zsomac nem tudom mióta játszik már, de annyit, hogy nagyon-nagyon régen. Nem tudom megjelenés óta-e, fingom nincs, de nagyon-nagyon régen. Amikor én nekem még a YouTube csatornán meg se volt ő már, akkor nagyon nyomta már több százezer feliratkozóval, úgyhogy nagyon-nagyon régen játszik. Mentünk már egy 1v1-et is, 5-1-re kikaptam, vagy nem tudom már valami ilyes volt, vagy 4. Szétverni a gépemet nem verném szét a gépemet, de rendesen kapnám tőle, rendesen kapnám, az egy Zsomactól rendesen kapnám. Következő Vence 30, hoppá, ő is már Hunterrel elég régen Brawl Stars-ozik, Hunterrel ugye egy időben kezdték el, jól tudom, vagy nem tudom, nem vagyok benne biztos, de ha így emlékszek, akkor így volt. Viszont YouTube-on még egy Brawl Stars az pár hónapja kezdte el YouTube-on. Igazából így, ahogy nézem a videóit, szerintem elraknám pikpak vagy döntetlen közé tudnám én berangsorolni. Szerintem úgy Vence 30-at elraknám pikpak. De most komolyan, Vence 30-ot elraknám pikpak. Vele még nem mentünk 1v1-et, majd írjátok meg komolyan, hogy szeretnétek-e. De ahogy így elnézem, Huntert már elraktam a videómba, akkor Vence 30-ot miért ne? Úgyhogy szerintem pikpak elraknám, bocs, tesó. Rafikám, Rafilor azt kell tudni, hogy egyébként húva jó játékos. De most ezt így komolyan mondom. Múltkor mentünk vele, nem is tudom már mi volt, ranked vagy knockout, de nagyon-nagyon sokat nyertünk vele. Viszont ha 1v1-eznem kéne, összeszedném magamat. Nem, tehát, hogy nem verni. Jaj. Nem, tehát... Pazd meg, mi a fasz? Nem engem. A gép is azt akarja, hogy ne vegyem ki. Szétverném a gépemet. Ugye már Hunter csinált ilyen tier-listet, csak a Stumble Guys-ban volt, úgyhogy én gondoltam a mai videóban, hogy ezt meg fogjuk csinálni, úgyhogy gyerünk, haladjunk tovább. Zsidav. Neki 1-2 vagy maximum 3-4 Brawl Stars-os videója van, tehát nem a legtöbb. Hát, ha most reálisan kéne döntsem, akkor valahova ide raknám. Azt nem mondom, nem térne magához, mert mostanában eléggé azért szokott Brawl Stars-os videókat csinálni. Ide Vence 30-hoz szerintem berangsorolnám. Elraknám pikpak, azért elraknám pikpak. És a következő Janosik Gergő, na, neki is olyan annyi videója lehet, mint Zsidavnak, talán neki egy kicsit több, kicsit aktívabb mostanában, nem nagyon figyelem, de szerintem, ahogy az előbb, nem tudom, de szerintem azért ő eléggé, azért egy-két videót, ha láttam tőle, akkor igen, egy-két videót láttam tőle, nem döntetlen, hát, amúgy nem tudom. Elraknám pikpak, vagy ide közé lehetne egy ilyen köztetet, ide így nézzétek, itt lehetne, itt közötte így. Elraknám pikpak őt is, elraknám. Gergőről jut eszembe, tutti juice, így már megszomjaztam. Így álltok, tuttishop.hu. Isteni, ez az alap, tutti frutti cheese. Itt van nekem még továbbra is a görögvényéből is millió, az az új íz, azt is kóstoljátok meg, ha még nem tettétek. És erőt eszembe, videósbolt.hu, megjelentek a termékeim, jaj, hogy fogom ezt a párnát? Megjelentek a termékeim, amint láthatjátok, a W-s termékeim, már elmondtam, hogy párszor, ha lefotózzátok magatokat, ahogy a párna itt van nálatok, vagy éppen a pólóba vagytok, és ezt mutatjátok, és elkülditek nekem privátba, vagy beküldítek a Discord szerveremre, annak az embernek a képét kirakom YouTube posztba, illetve benne lehetnek a videóimba, sőt benne is lesznek. Rendelők közül. Let's go! Videósbolt.hu. Csekkoljátok le a termékeimet. W. A következő Aida vagyok. Neki külön megnéztem a csatornáját, és egy Brawl Stars-os videója van. Most bocsi, de szerinte, hát azért szerint játszik, egy videót csinál, de ezt Jada-val azért szokták tolni. Azt azért nem térne magához, hanem elraknám őt is pikpak, szerintem pikpak.
pikpak elraknám. Azért az, hogy nem térne magához az erős túlzás, szerintem pikpak el tudnám őt rakni. És a következő Hunter, na, elérkeztünk, akit a legtöbben ismerhettek, ugyebár rengeteg videón van vele, rengeteget csináltunk már, IRL content, meg hát konkrétan mi már majdnem mindent kipróbáltunk, IRL, gaming, mindenből már csináltunk közös videót, lesz is a közeljövőben mindenféle érdekes tartalom, amiket még kifundáltunk, úgyhogy ez majd a jövő. De egyébként, ahogy ő is az ő videójában csinálta, hát ugyanúgy nem térne magához. Én is nagyon szívesen beraknálok ide, tesó, sőt nem is nagyon szívesen egyébként, ő ide egyébként nem térne magához, nem? A videómban nem tért magához. Hogy nézzétek majd meg azt a videót, ahol egyvéegyezek vele, nem tért magához, meg se bírt szólalni. Úgyhogy szerintem, nyilván ha komolyabban nézzük a dolgokat, ő például, ő még nem csinált ilyen Brawl Stars-os stílusát, ő Stumble Guys-ból csinált, de én Brawl Stars-ból is egy ilyen, hát döntetlent mennék szerintem vele, ha így reálisan nézzük, döntetlent. Én attól függetlenül, hogy most kezdtem el Brawl Stars videózni, nagyon-nagyon rég játszok a Brawl Stars-szal, még amikor bőven boxok bent voltak, a ládák, minden, tehát nagyon-nagyon-nagyon régen, nem tudom, egy OG időszakban már, pontos időszakot nem tudom, de 2010 valamennyiben kezdtem el, az fix, ilyen, ugye 17-ben jelennek, ha jól tudom, a Brawl Stars, vagy lehet hülyeséget mondok, nem tudom, na mindegy, az a lényeg, hogy ilyen 18, 19, 20, nem tudom, valamikor ott körül már fingom nincsen, de azért elég OG vagyok már én is, viszont döntetlen mennék Hunterrel. Következő nem lenne más, mint Csuszi. Szerintem ő most a legaktívabb, szoktam azért néha-néha látni, hogy azért csinálja ő rendesen a videókat. Ezt nem mondom, hogy rendesen kapnám, őt is nagyon szívesen ide beraknám. De ha tényleg reálisan nézném, akkor szerintem azért rendesen kapnám tőle. Most, ha reálisan nézzük és nem vicceljük el, akkor most így komolyan nézve azért tőle, azért szerintem rendesen kapnám. Valami rengeteg kupája is van, meg nem is csak a kupa, hanem rengeteget játszik is a játékkal. Úgyhogy rendesen kapnám tőle, ha így reálisan nézzük. Következő nem lenne más, mint Kis. Vele is úgy szintén rengeteg videónk van, rengeteg közös. Ugye, tehát ugyanúgy, mint Hunterrel, tehát ők itt ketten, tehát így mi hárman a trió, ugye, így szoktuk csinálni. Mondjuk, ha már onnan kivettem Huntert, akkor ide berakhatom, nem? Ha már onnan kivettem. Úgyhogy vele is rengeteg videóm van, viszont őt úgy volt, hogy ő elrakott az én videómba, én meg őt az ő videójába raktam el. Úgyhogy magyarul döntetlen mentünk ugyanígy, úgyhogy őt is, ha így nézzük, döntetlenbe, de szerintem el tudnám rakni pikpak, ha jobban oda koncentrálnék, de így a statisztikákat nézze, hogy hogyan csinál, vagy hogyan ment az 1v1-ek, döntetlen vele is. És hoppá, elérkeztünk egy olyan emberhez, Nando Royalehoz, aki rengeteget, tehát ő a Brawl Stars-ról futott be, ő Brawl Stars-ot, tehát ő mióta tudja az eszét, Brawl Stars-ozott a YouTube-on, eltűnt most egy jó pár évre, most újra elkezdte, szerintem ez a pár év kihagyás eléggé legyengítette, szerintem nem tudom, hogy játszik, szerintem, hát ide közé sorolnám, de szerintem, ha sor kerül bármikor is erre az 1v1-re, elraknám pikpa. És legutoljára itt van Sajt 32, csinált 1-2 Brawl Stars-os videót, sőt egyet szerintem, nem is tudom, nagyon-nagyon keveset. Szerintem őt tudnám talán ide berakni, hogy nem térne magához. Szerintem ő azért nem térne magához. És hát el is készült a tier list. Hoppáré! Azért eléggé komoly lett, azt kell, hogy mondjam. Ha most ezt én így át akarnám rendezni, hogy hogyan gondolom én ezt a helyzetet, akkor ez így néz neki. Tehát, igen. Így is hagyom. Jó lesz ez így. Rafi az ott nagyon ott van az élen. Tökéletes. Na jól van, srácok. Szóval köszi szépen a figyelmet. Egyébként nekem tökre tetszett ez a tier list. Írjátok le legközelebb, miből csinálják esetleg tier listet. Egészség. Úgyhogy még egyszer mondom, csekkoljátok le. Let's go. Úgyhogy W. Srácok, köszi a figyelmet még egyszer. Szevasztok. Let's go.